Szeretettel köszöntöm az advent második vasárnapján megjelent családi istentisztelet résztvevőit Pál apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A kivetítő látható 390. ének, szép adventi énekünk első verszakát énekeljük, fennállva majd ezzel folytatjuk egyébként tovább. Az első verszak így kezdődik: várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Helyünket elfoglalva a szép énekünk második és harmadik verszakát énekeljük tovább: jól készítsétek útját, a vendég már közel.
ami adventi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Istennek szent igéjét első renden, a Királyok könyve második részéből, annak is a 6. fejezetéből, a 8. verstől kezdve olvasom. 2 Királyok 6-8-tól így szól Isten igéje. Arám királya háborút indított Izrael ellen, tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik hegyen legyen a tábora. Az Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte. Vigyázz, ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arámok. Izrael királya ekkor embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt többször is. Felháborodott emiatt Arám királya, összehívatta udvari embereit, és ezt mondta nekik, miért nem jelentitek nekem, hogy ki tart a mieink közül Izrael királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt, senki, uram király, de az Izraelben lévő Elizeus próféta megmondja a királynak még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz. A király ezt parancsolta, menjetek, nézzetek utána, hol van, hadd fogassam el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá. Jaj, uram, mit tegyünk? De ő így felelt, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott, uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül, tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Amen. Isten tegye áldottá az igének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsunk fejet, csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy az első karácsonyon eljöttél erre a földre emberi testben. Köszönjük azt, hogy most ünnepelhetjük ezt, és készülhetünk adventben karácsony szent ünnepére. Köszönjük azt, hogy majd itt a gyermekek betlehemes játékán keresztül, a gyermekkórus énekein keresztül, az imádságon keresztül egyre közelebb jössz hozzánk, mert rólad szólít ma minden ezen az Isten tiszteleten. Arra kérünk, hogy áld meg az ige hirdetőjét is, hogy a prédikációban is rólad szóljon minden. Hadd hangozzék az evangélium, az örömhír, hogy te, Urunk Jézus, megszülettél az első karácsonyon. És köszönjük azt, hogy nem csupán kisded gyermekként jöttél el erre a földre, hanem aztán felnőttél, azért, hogy az emberiség megváltója legyél. Köszönjük, hogy meghaltál értünk a kereszten. Köszönjük, hogy feltámadtál harmadnapra, és mindezzel legyőzted a bűnt és a halált, és megbocsátott nekünk, ami atyánk, mindazért, amit tettél, Úr Jézus. Köszönjük a bűnbocsánatot és az örök élet lehetőségét, amelyet ezzel elhoztál. Légy most itt közöttünk, áld meg a mi Isten tiszteletünket. Szent lelked nevében kérünk. Amen. Most az ige hallgatására készülve a már énekelt 390-es éneknek a 4. versét énekeljük. Ó Jézusom, szegényed, kér, vár, epedve hív.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét egy Zsoltárból, a 46. Zsoltárból fogom olvasni Isten hozzánk szóló igéjét. Hallgassuk nyitott szívvel. Isten, a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyó ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön, háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld, a seregek ura velünk van, Jákób Istene, a mi várunk. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, kedves gyerekek, vannak az életünkben félelmetes élethelyzetek. Olyan élethelyzetek, amelyekben félünk, és amelyekben elkezdünk szorongani. És lehet, hogy itt nálunk most éppen Magyarországon nem lőnek, és mi nem állunk háborúban, de ezek mellett is belekerülhetünk olyan élethelyzetekbe, amikor veszélyben érezzük magunkat. Ilyen élethelyzet lehet például, amikor elkap bennünket egy betegség. Akár egy rövid lefolyású betegség, akár egy hosszadalmasabb betegség. Vagy amikor egy olyan orvosi beavatkozás előtt állunk, amiről tudjuk azt, hogy az fájdalmas lesz és megterheli a szervezetünket. Különösen akkor, amikor nem rajtunk lesz ez az orvosi beavatkozás, hanem valaki olyanon, akit szeretünk, akár a gyermekünkön. Ez szülőként, házastársként rettentően meg tud bennünket ijeszteni. Ott lehet bennünk az a félelem ilyenkor, hogy vajon lesz-e gyógyulás? Lesz-e ebből a betegségből és bármiből felépülés? Félelmetes helyzet lehet gyerekek számotokra egy vizsgaszituáció, vagy felnőttként egy állásinterjú, egy fellépés. Most itt vannak azok közöttünk, akik nem sokára műsort mutatnak be. Lehet, hogy ott van bennetek ez a félelem, ez az izgalom, hogy csak el ne roncsam a szöveget, csak minden jó legyen. Ilyenkor van, aki annyira tud félni és izgulni, hogy izzad a tenyere. Vannak olyanok, akik ilyenkor nem tudnak megszólalni, elkezdenek hebegni, habogni, amikor nekik nyilvánosan kell valamit mondani. És előfordulhat, kedves testvéreim, olyan is, amikor valaki tényleg megtámad bennünket, amikor szószoros értelemben veszélybe kerülünk. Gyerekkorom egyik legfélelmetesebb emléke, amikor gyermek Isten tiszteletre menet, pont a tiszteletes bácsi kutyája harapott meg, és még utána kaptam egy injekciót is, pluszba veszettség ellen. Van, amikor nem számítunk rá, és kapunk egy támadást. De verbálisan is megtámadhatnak bennünket. Mikor vádolnak bennünket, amikor olyanokat mondanak nekünk, amivel megbántanak bennünket, amikor olyanokat mond nekünk pont az, akinek szeretni kellene, hogy azzal megaláz minket, kisebbít bennünket. A gyerekek között ez, ha újra és újra megismétlődik, és többen fognak össze egy valaki ellen, erre ma már van egy nagyon modern szakszó, úgy hívják, hogy bullying. De a felnőttek esetében is előfordulhat, hogy egy családon belül valakit kiközösítenek, valaki ellen összefognak, és bántják őt. Ezek mind szomorú dolgok, és nagyon félelmetes lehet, és talán tudnátok folytatni azoknak az élethelyzeteknek a sorát, amiben nem érezzük magunkat biztonságban.
Amikor elvesztettük a kontrollt, az irányítást, amikor nem úgy van a történet, ahogy én gondoltam, ahogy én szerettem volna. És ez félelemmel tölt el bennünket, és sokszor ezekben a helyzetekben egyedül érezzük magunkat, és úgy érezzük, hogy alul maradtunk. A felolvasott bibliai történetben is valami hasonlót látunk. Elizeust és a szolgáját megtámadja egy egész sereg. Az előzmény az, hogy az arámok, ez a másik nemzet, megtámadja az izraelieket. Csapatokat küld az arám király előre, nyilván ezeket a csapatokat titokban küldi. Igen, ám csak Isten már akkor is védi az ő népét. És Elizeus prófétának Isten megmondja, hogy ezek a elől állomásozó csapatok hol vannak. Elizeus pedig tudja, hogy ezt az információt azért kapja Istentől, hogy elmondja az izraeli királynak, hogy az meg tudja magát védeni. És így történik. És az arám hadsereg hiába próbál betörni bizonyos pontokon az országba, mindig lelepleződnek, nem sikerül nekik. És nyilvánvalóan az arámok királya a saját embereit kezdi el kémkedéssel vádolni, és azzal vádolja meg őket, hogy köztetek van valaki, aki mindig kiszivárogtatja, mire visszajelzik neki, hogy nem, hanem az izraelieknél van egy ember, egy próféta, aki Isten embere is, ő az, aki mindig mindent elmond Izrael királyának. És akkor ezek után az arám csapat felvonul Elizeus ellen, és az ő szolgája ellen, tekintélyes sereget küld Dótánba, és körbeveszik reggelre viradóan ezt a várost, és Elizeusnak a házát a szolgájával együtt. És reggel, amikor a szolga kimegy és meglátja az arám sereget, akkor természetesen megijed. És kétségbe esik, és elkezd félni. És azt mondja, hogy itt fogunk meghalni. Tehetetlenek vagyunk. És ekkor szólal meg Elizeus, és mondja neki azt, hogy ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük. És a szolga nem érti ezt a mondatot, hiszen ők csak ketten vannak, velük szemben egy roppant sereg. Mi kevesebben vagyunk, ők vannak a többen. Miről beszél ez a próféta? És akkor Elizeus imádkozik, hogy nyíljon meg ennek a szolgának a szeme, és lássa meg a másik sereget is. Mert nem csak egy sereg volt ott, hanem kettő. És amikor Isten megnyitja a szolga szemeit, akkor hirtelen meglátja az angyal seregeket. Az arám csapatok fölött a mennyei seregeket, ahogy körbeveszik a várost, ahogyan Isten felvonultatta az ő seregét és védi az övéit. Kedves gyerekek és kedves testvéreim, nem csak az embereknek vannak harci kocsiaik és seregeik, hanem Istennek is. Időnként nem csak az emberek vonultatják fel ellenünk a seregeiket és támadnak meg, hanem Isten is felvonultatja az ő seregeit az övéi mellett. És ebben a történetben ez a gyönyörű. Ahogyan Isten felvonultatja a saját seregeit, a menny seregeit. A 46. Zsoltárban erről hallunk. Ezért hoztam ezt a Zsoltárt ide, hogy kapcsoljuk össze bátran, és értsük meg, hogy ez a Zsoltár miről szól. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Ezért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is a vizek, vagy tombolásától megrendülnek a hegyek. A seregek ura velünk van. Van olyan, amikor kicsúszik a lábunk alól a talaj, igen. A seregek ura velünk van. Jákób Istene, a mi várunk. Halljuk és értsük meg ezt a mondatot. Az a baj velünk, hogy sokszor úgy vagyunk, mint ez a szolga. Mit jelent ez? Azt, hogy csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van. Annyit látunk, ami ebben a fizikai valóságban, ebben a földi világban előttünk van. Sokszor csak ennyit látunk.
A betegséget, a gyógyszeres dobozt, a kudarcot, a bukást, az egyest a dolgozat végén, a bántó embert, aki éppen lövi felém az ő sebző szavait. És nem látjuk azt, ahogyan Isten ott áll mellettünk, és harcol értünk. Olykor nekünk is arra lenne szükségünk, kedves testvéreim, mint ennek a szolgának, hogy megnyíljon a mi szemünk. És ne csak azt lássuk, ami körbevesz, hanem elkezdjük hinni a láthatatlant. Viszont a seregek ura velünk van, és ez nem függ attól, és ez nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Az isteni jelenléte nem függ attól, hogy én látom-e őt vagy sem. Isten az ő seregeivel ott volt már akkor is, amikor a szolga nem látta. Attól, hogy én időnként nem látom, nem hallom, vagy nem érzem, attól Isten ott van. Attól Isten ott áll az ő angyalával. Olykor, ha szükséges, a seregeivel felvonultatja értünk a menny seregeit is, ha kell. Az egyik szemlélődő imaórán volt ez a 46. Zsoltár előttünk, és pont az evangelizáció előtt voltunk. És ez a Zsoltár jött oda akkor elém, nem is értettem, hogy miért ezt kell odavinni, de hogy ez volt ott velünk. Nem értettem akkor, de úgy elfogadtam Istentől, oké, Uram, Te védsz minket, rendben, tök jó. És aztán utána, amikor elindult ez az evangelizációs hét, meg ez az egész advent, akkor nagyon sok nehézség jött szembe velünk. Olyan nehézségek, amire nem számítottunk. És akkor, ahogy kaptuk ezeket a nehézségeket, betegségeket, akkor itt tényleg elkezdtem gondolkodni, hogy mi történik. És akkor egyszer egy csendességembe elém jött ez a 46. Zsoltár, és hirtelen megértettem, hogy miért adta nekem Isten jó előre ezt. Mert hogy pont ezt akarta, ezt a nagyon mély igazságot a szívembe prédikálni, hogy védeni foglak benneteket. Bármi fog történni, bármi jön veletek szembe, én ott leszek. A menny seregei ott lesznek körülöttetek. És ebbe a Zsoltárban van még egy gyönyörű igevers, és hogy akkor jutott el is, ez is el hozzám. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Amikor te nem tudod magad megvédeni, én ott leszek, és meg foglak védeni. Hála volt a szívembe. És hála van a szívembe minden egyes ilyen alkalommal, amikor nehézség van, mert tudom azt, hogy éppen Isten harcol értem. Értünk. Ezért a gyülekezetért. Ezért a közösségért, és ezért a városért. De tudjátok, hogy igazából hol zajlott a világ legnagyobb csatája? A legnagyobb küzdelem, amit valaha vívtak, tudjátok, hol zajlott? A kereszten. Ott Isten küzdött érted Krisztusban. Mindannyian arra vágyunk, hogy valaki megküzdjön értünk. Mindannyian arra vágyunk, hogy valaki kiálljon értünk, hogy megálljon mellettünk és megvédjen. És vannak megkeseredett emberek, akik azt mondják lemondóan, hogy állj ki magadért, mert ha te nem állsz ki magadért, akkor ki fog érted kiállni. Ez egy hazugság. Ez egy külső hazugság, ami aztán belső hazugsággá vált. Mert Isten megküzdött érted. Isten küzdött érted Jézus Krisztusban, harcolt érted, és nyert. Ezért nem kell félned többi. Mert kedves testvéreim és kedves gyerekek, mindaz a nehéz, amiben sokszor vagyunk, az a félelmetes helyzet, ami rettent bennünket, a betegségek, egymás bántása, elszeparálódás, és sorolhatnánk még, azt a bűn hozta ránk. Ez a bűn miatt van ebben a világban. A mi harcunk igazából nem test és vér ellen folyik, nem emberek ellen,
hanem a bűn ellen, ami megrontja a mindennapjainkat, ami elveszi a békességedet. A mi harcunk a sátán minden eszköze és furfangja ellen van, amivel el akar minket távolítani egymástól, és folyamatosan azon dolgozik, hogy hogy tud a mi kapcsolatainkba éket verni, hogy tudja a te békességedet elrabolni, és hogy tudja elérni azt, hogy te egyedül érezd magad, távol az Istentől, és totál lemondj magadról, és azt hidd magadról, hogy elveszett vagyok, reménytelen vagyok, nekem már nincs esélyem. Ez a sátán célja. A mi harcunk nem a másik ember van, ellen van. Nem a vizsgaszituációd, a megtört testet, hanem az ördög, aki mindezek mögött áll. És nem lekopogni kell, hogy nehogy valami balszerencse érjen, mert ennek semmi ereje nincs, kedves testvérek, hanem befogadni azt, hogy van egy Istenünk, aki nagyobb a sátánnál, és minden praktikájánál, és legyőzte őt. Minden rossz az életünkben, a bűnös világ a megtörtsége, és mindezekben Isten harcol érted, és harcol veled. És ő egy győztes úr, ezt lássuk meg, ez a harc már eldőlt. Jézus Krisztus győzött a kereszten. Nekünk egy győztes urunk van. Legyőzte a bűnt, a megtörtséget, a betegséget, a halált, a veszteséget. És ez a karácsonyi jó hír, kedves gyerekek és kedves testvéreim. Halljuk meg, Immanuel, mit jelent az Immanuel? Velünk az Isten, hallom, hogy itt mondják. Olyan jól tudjuk, de értjük is. Mit jelent az, hogy velünk az Isten? Ezt a mondatot szerettem volna ma közelhozni hozzátok, és hogy megértsétek, Isten tényleg velünk van. Isten jelenléte tényleg itt van. A karácsony erről szól, Isten Jézus Krisztusban hozzánk lépett. Hozzád lépett. Érted jött. Ez az ünnep, amire készülünk, a kigyúló gyertyák az adventi koszorún. A karácsony fő üzenete ez, hogy tényleg, Isten nincs olyan távol és olyan messze, hanem itt van közel, mert Krisztusban közel jött hozzád, a legközelebb emberré lett, akiben melléd tudott lépni, és meghalt érted. Hát ki tesz ilyet a másikért? Hogy teljesen olyan lesz, mint ő, vállalja azokat a kereteket, és aztán feláldozza az életét érte. Kedves testvéreim, a karácsony üzenet, egy olyan Istenünk van, aki győztes úr, akinek seregei vannak, és ha kell, felvonultatja, érted? Így meg tud védeni. Ahogyan forgattam ezt az üzenetet a szívembe, és ahogy készültem, Isten elém hozott egy imádságot. Ez az imádság, kedves testvéreim, egy védő ima. Úgy nevezik, hogy mellvért. Ugye a mellvért az a harci szerelésben az a rész, amit ide magunkra felteszünk előre, hogy megvédjen bennünket. És lelki értelemben ez egy olyan imádság, ami lelki értelemben véd bennünket. Részletet fogok belőle mondani, de figyeljünk oda erre az imádságra, hogyha ezzel a hittel tudok kilépni minden egyes nap és elindulni, mit jelent ez nekem és mi van ebben benne? Magamra öltem a mai napon a Szent Háromság segítségül hívásában rejlő hatalmas erőt, a hit erejét, a három személyű egyistenben, a mindenség teremtőjében. Magamra öltem a mai napon a hatalmat, mely Krisztus megtestesülésében és keresztjében, feltámadásában és mennybe menetelében van előttem. Magamra öltem a mai napon Isten fényét, hogy vezessen engem, Isten bölcsességét, hogy tanítson engem, Isten szemét, hogy vigyázzon rám, Isten kezét, hogy oltalmazzon engem. Magamra öltem a mai napon a bűn minden kísértése ellen, és minden rámtörő gonosz ellen, ki közelről vagy távolról, egyedül vagy többed magával támad engem. Krisztus legyen velem,
Krisztus legyen mellettem, Krisztus legyen bennem, Krisztus a mellvértem, Krisztus a pajzsom. Magamra öltöm a mai napon a Szent Háromság segítségül hívásában rejlő hatalmas erőt, a hit erejét, a három személyű egy Istenben, a mindenség teremtőjében. Vajon látjuk-e ezt az Istent mellettünk állni? Hisszük-e ezt, hogy ő Krisztusban hozzánk jött? Hozzád, érted? Ha még nem, akkor ugyanarra van szükségünk, mint ennek a szolgának. A szemünk és a szívünk megnyílására. Jöjjetek, ezért imádkozzunk most. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, ahogyan mellettünk vagy. Köszönjük neked azt, ahogyan mellettünk állsz. Köszönjük neked azt, ahogyan az első karácsonyon emberként mellénk léptél, és egészen közel jöttél hozzánk. Köszönjük neked azt a szeretetet, amivel itt voltál közöttünk, és az életedet adtad értünk. Köszönjük azt a győzelmet, azt a küzdelmet, amit értünk folytattál a kereszten, és hogy győztél. Köszönjük, hogy úgy fordulhatunk hozzád, és tekinthetünk fel rád, mint győztes úrra és királyra. És köszönjük ezt az üzenetet, amit ma idehoztál ma nekünk, és közel akarsz hozni, adni a mi szívünkbe. Kérünk, atyánk, te látod, hogy hány ilyen szolga áll most közöttünk, aki ezt nem érti. Arra kérünk a te lelked által, akiben a leginkább közelebb tudsz jönni hozzánk, hogy nyisd meg ma a szemeket, nyisd meg ma a szíveket, hogy lássunk. Lássunk téged, még ha nem is érzünk olykor, még ha becsapnak az érzékeléseink, a földi érzékszerveink. Adj nekünk hitet, ami beléd kapaszkodik, ami lát téged. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy a nehézségeinkben, a betegségeinkben, a fájdalmainkban, az elesettségünkben, az elveszettségünkben, a kudarcainkban, a bukásainkban. És harcolsz értünk, és küzdesz értünk ma is, és keresel bennünket. És újra és újra közel vonsz magadhoz. Kérünk, áld meg a mi adventünket. Jöjj, jöjj, és add nekünk önmagad. És segíts, hogy ezt meglássuk, megértsük, a miénk legyen. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratodod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Most pedig, kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, fogadjuk nagyon sok szeretettel ezt a műsort, amire itt már nagyon készülnek. A 6. B osztály műsorát és a gyermekkórus közös műsorát felkészítő tanárok Sütő Györgyi és a kórust vezényli Pusztai Katalin. A
Régi karácsonyokon, gyerekkoromban, meg dédpapám is velünk ünnepelt. De édes, és ez ki nagymama? Ez dédpapám kisbaba korába. Itt még Ferikének hívták, később Feri bácsi lett. És ez ki? Ez Rózsa néni kislány korába. Egy karácsonyon angyalkának öltözött. De édes, és ez ki nagymama? Ez dédmamám nagylány korába. Szép Sofia volt, ugye? Őt és dédpapát minden nap láthatjátok a családi falunkon. Az ott dédpapa és dédmama esküvői képe. Nagypapa, törd a diót. Töröm, már érzem a diós mákos beigli illatát. Készen van a dió, lehet darálni. Pszt, itt valami vagy valaki motoszkál. Gyere kis unokám, keressük meg, honnan jön a motoszkálás. Tán nagymama fényképalbumából? Nem. Tán anya mágdarálójából? Nem. Az ablakból hallom. A karácsonyi fény motoszkál az ablakunkban. Gyere be, karácsonyi fény, motoszkál ideben. Fényed, mint a gyertyalánk, hangod, mint a kis harang. Kis karácsony, nagy karácsony, kisült-e már a kalácson? Ha kisült már ide véle, hadd egyem meg melegébe. Kopogták, ki kopog? A pásztorok. Helyet, helyet nekünk is, ha öregek vagyunk is, pásztorember véganél félvilággal nem cserél. Pipál, nótáz, furóját, billeg, ballag, megáll. Aki nem tud táncolni, feküdjön le aludni. Én nem tudok táncolni, le is fekszem aludni. Glória. Pásztorok, eljünk fel, hamar induljunk el, Betlehem városába, rongyos istállócskába. Siessünk, ne késünk, hogy az éjjel Betlehembe érhessünk, mi úrunknak tiszteletet tehessünk. Pásztorok, gyertek vissza! Ajándékért ajándékot kaptok. Egy kis kóstoló. És egy mese. Régen történt, nagyon régen, Betlehem városa mellett a réten. Birkák legeltek arra éppen. 5 birka, 10 birka, 100 birka. Fehér lett tőlük a táj. A fehérség közepében egy fekete bárányka táncolt, ugrándozott. A fehér birkák méltatlankodva bégettek. Be, 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 mit keres köztünk egy fekete? Be, 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 akárkinek gyereke, nem kell ezt a fekete. És kilökték maguk közül a fekete báránykát. Elvonult a nyáj, és a réten nem maradt más, csak a rémült fekete bárányka. Várt egy darabig, hát ha visszajön érte valaki, aztán lehajtott fejjel elindult, hogy szállás keressen éjszakára. Nem táncolt, nem ugrándozott, csak ment-ment. El is fáradt a lába. Már a csillagok is feljöttek, mire egy elhagyatott istálló akadt az útjába. Omladozott az istálló fala, a tetején befolyt a szél, ám az ajtaja sarkig tárva. Benézett az árva fekete bárányka. Szalmával tett jászol állt az istállók közepén, mögötte vaksin hunyorgó tehénke, meg egy süket öreg csacsi. A csacsi hívogatón integetett a fülével. A bárányka óvatosan besúrant a hívásra, és elvackolta magát a jászol alá a félhomályba. Attól kezdve hárman éltek, szép csöndesen lapult ottan, nem is moccant, nem is szusszant. Attól kezdve hárman éltek az istállóban, a félig vak tehénke, a süket csacsi, meg a fekete bárányka. Nem sokat beszéltek, így hát jól megfértek. Egy nap legelészés közben a szokottnál messzebb kalandozott a fekete bárányka. Váratlanul különös társaság tűnt fel a réten. Viselős asszony ült, sovány szamár hátán, mellette egy férfi ballagott. Egyenesen arra tartottak, ahol a bárányka legelészett. Az asszony szép arcát gondgyötörte. Jaj, Józsefem, érzem éjszaka meg lesz a gyermekem, és nincs egy zug, ahol meghúzhatnánk magunk. A férfi nyugtatta.
Türelem, Máriám, megsegít az Isten, majd csak jut nekünk is fedél. És körülnézett a pusztaságban. Ó, szegénykék! Gondolta a fekete bárány. Segítek nekik! Azzal elébük lépett, és hívogatón elindult az istálló felé. Ki vezet bennünket? Kérdezte az asszony. Egy fekete bárányka. Csodálkozott a férfi. Az istálló ajtajában megálltak, rájuk hunyorgott a félig vak tehénke, barátságosan integetett fülével a süket öreg csacsi. A jövevények hálásan telepedtek le a jászol mellé. A tehénke és a csacsi nyugalomra tért a jászol mögött, a bárányka elvackolt a jászol alatt. Minden elcsendesedett. Éjszaka közepén gyerek sírásra riadt a fekete bárányka. Nyitni akarta a szemét, a napnál is fényesebb fény kápráztatta el. Remegő lábbal felállt, és kidugta fejét a jászol alól. Hát az istálló fényárban úszott, ragyogott a félig vak tehénke szeme, sejmesen pompázott a süket csacsi vedlet sörénye. A jászolban aranyszálként csillogott a szalma, rajta csöpp újszülött repesett. Egyenesen a jászol alól kukucskáló fekete bárányra nevetett. Lehet, hogy mégsem vagyok olyan fekete? Gondolta a fekete bárányka. Felbátorodva kilépett a jászol alól, és örömében ugrándozva táncolni kezdett. Sugárzó arccal nézte őt az anya, a férfi és a gyermek. Az ajtóban pásztorok tolongtak, mögöttük a fehér birkák nyája kíváncsiskodott. Bejönnétek, ha mernétek? Húzta ki magát a fekete bárányka. Már nem remegett a lába, hanem táncolt és ugrándozott. Ekkor királyi ruhás idegen emberek léptek az istállóba. Gazdag ajándékukat hoztak az újszülöttnek. Aranyat, messzi földről való illatszereket, sziporkázó drága köveket. A fekete bárányka visszahúzódott a jászol alá. A csillogáson át is látta, hogy a gyermek elszenderedett. Erre ő is ásított egyet, bevackolt a jó puha szalmába, és békésen elaludt. Ezer és ezer kép őrzi ennek az éjszakának a csodáját. Mindenképpen ott látható a kis Jézus, Mária, József, meg a tehénke és a csacsi. No de hol a fekete bárányka? Őt még soha nem látta senki. Csak ti tudjátok, hogy a jászol alatt a fél homályban alszik valaki. Valaki, aki fedél alá vezette a kis Jézust, aki elsőként táncolt és ugrándozott neki, és aki végre elégedetten szuszogott, a fekete bárányka. Itt vannak a gyerekek. Itt vannak az öregek. Itt vannak az anyukák. Itt vannak az apukák. Ez itt a mi családunk. Mindenkinek áldott ünnepeket kívánunk. Karácsony ilyen nézze rád, ezresszel is tél.
Kedves gyerekek, szeretném megköszönni nektek, hogy megmelengedtétek szívünket, lelkünket, karácsony ünnepére készülve, és kicsit a lelkünket ünneplőbe öltöztethettük ezáltal, és már mi magunk is oda képzelhettük a család körébe, az egyik széken ott ülve saját magunkat, és olyan jó volt így készülni. Milyen jó az, hogy egy családban, itt legalábbis ebben a kis színjátékban, ebben a betlehemesben, ott volt a család részeként Jézus Krisztus és az ő születésének a története. Köszönjük nektek! Köszönjük a felkészítőknek is, Sütő Györgyi tanárnőnek, és köszönjük Pusztai Katalin karnagynak, és köszönjük a zenei, technikai hátteret, nem látom Ádám bácsit, köszönjük Éger Ádámnak, és köszönjük Nagy Tibornak is, ott ülnek a háttérben. Rövid hirdetéseket mondanék el, és közben keressük ki a záróéneket, a 775. énekkel fogjuk majd zárni az istentiszteletünket. Alkalmainkat hirdetem először, kedden 17 órakor házi biblia óra lesz. Vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz, itt a belvárosi nagy templomban, és vasárnap 11 óra 15 perckor istentiszteletet tartunk a Szendi Pál református idősek otthonában. December 17-én vasárnap a Nőszövetségnek lesz egy alkalma, mégpedig 17-e vasárnap 16 órakor nőszövetségi olvasókör a lelkészi hivatalban. És a kis újságban, amit kézbe vehetünk majd, az első oldalon a teljes karácsonyi ünnepi rendet láthatjuk majd. Nagyon nagy szeretettel várjuk a karácsonyi ünnepkörhöz kötődő Isten tiszteletekre a kedves testvéreket, ahol a nőszövetségi vásárban lehet még vásárolni. Most is, és az elkövetkező alkalmakon ünnepi díszeket, ezzel is jótékony célokat támogatva. Jótékony célokhoz szólva még, kitettük a szeretett dobozokat, itt is van a bejáratnál egy nagy papírdoboz, szeretett doboz felirattal, tartós élelmiszer gyűjtünk rászorulóknak, az intézményekben is kint van, jövő héten lehet leadni, támogatni, ezzel felajánlani rászoruló családoknak. Megszomorodott szívvel hirdetem a temetéseket és a megemlékezéseket. Az elmúlt héten eltemettük idős Pályi Sándor 71 éves testvérünket, Isten vigasztalását János evangélium a 11. részéből a következő igével hirdettük a ravatal mellett. Én vagyok a feltámadás és az élet, ha valaki hisz én bennem, ha meghal is, élni fog. Elhunyt Máté László 73 éves testvérünk, az ő temetése pedig december 11-én 9 órakor lesz az alsó részi temetőben. Valamint emlékharang is szólt december 8-án 9 órakor Bokor László halálának első évfordulójára. Isten adjon vigasztalást a gyászoló és az emlékező családoknak. Köszönet az elmúlt héten érkezett adományokért, mindösszesen 29.040 forint összegben. Továbbra is adakozzunk jókedvvel, jó szívvel, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Isten legyen gyülekezetünknek őrizője és pásztora. Énekeljük tehát a kivetítőn is látható 775. éneknek első és második versét. A seregeket is látjuk. Reméljük, hogy mi már úgy gondoljuk az igehirdetés után, hogy ezek Isten seregei, akik védenek, oltalmaznak bennünket. Jézus, ami oltalmunk, erősségünk, ha ránk szakad minden baj, mégsem félünk.
Istennek népe karácsonyra készülő szent gyülekezet, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Amen.